Amúgy két éve, amikor friss feljutó volt az Érd, ők álltak legközelebb a Győr veretlenségének az elvételéhez. Érdi góllal indult a listavezető és az Eto összecsapása. Az első győri gólra 5 percet kellett várni. De megérte, mert innentől kezdve címvédőhöz méltóan játszottak Ambros Martin tanítványai, és a félidőben már 17-11-re vezettek. Fordulás után sem lett kisebb a különbség, sőt a második félidőben Löke vezetésével még rá is tudott tenni egy lapáttal az Eto, és végül 28-19-es győzelmet aratott. A két együttes így helyet cserélt a tabellán, az fehérek pedig csak úgy, mint a Fradi, továbbra is veretlenek. Hasonlóan jól teljesített a Szese NB1-bés férfi csapata is, mert Deáki István tanítványai Hollós Máté vezetésével már az első félidőben 14-8-ra vezettek a Várpalota ellen. Hollós egyébként csapata első 9 góljából 6-ot vállalt. Fordulás után pedig megroppantak a vendégek, a Szese pedig néhol közönség szórakoztató játékkal 14 gólos, 31-17-es győzelmet aratott, és már második a Komló mögött a bajnoki táblázaton.